A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megalakulásának 60. évfordulójára emlékeztek Szegeden. A köztársasági elnök szerint a helyi diákok nem születtek forradalmároknak, mégis hősökké váltak. Az 1956-ban életre hívott MEFESZ 8 év után az első olyan szervezet volt, amelyet nem a központi hatalom hozott létre. Követeljük, hogy az egyetemi ifjúság nagyobb részt kapjon az ország politikai és egyéb ügyeinek intézésében. A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megalakulásának helyszínén a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nagy termében találkoztak újra az 1956-os szegedi hallgatók. A megemlékezést követő szenátusi ülésen Áder János köztársasági elnök azt mondta, a forradalom kirobbanásakor először ebben a városban mondták ki a fiatalok, hogy a kommunista rendszert meg kell buktatni. Elég volt a nemzet elnémításából, a szovjet tanácsadók parancsaiból, a Kreml urai előtti hajbókolásból. Azon a napon valami olyasmi történt, mint amikor valaki ki akarja vágni az almából a hibás részt, de az első vágás után látja, hogy a rothadás már régen tönkretette az egész gyümölcsöt. A szegediek első vágása megmutatta, a rendszer a velejéig rohadt. A Műszaki Egyetem egy volt hallgatója a budapesti események kapcsán úgy emlékezett vissza. Október 23-án a nagyobb vérontás elkerülésében annak is szerepe volt, hogy a tüntetésük először lengyel munkások iránti szolidaritásként lett bejelentve. Az első engedély, ami 2-3 vagy 4 ezer műegyetemistának szólt, az estére az több százezer vagy félmillió ember volt már az utcán, félmillió embert pedig már nem lehetett sortűzzel leteríteni. A Szegedi Tudomány Egyetem rektora szerint az 1956-os forradalom mai tanulsága, hogy felelős vezetőkre, lelkes fiatalokra és együttműködésre van szükség. 56 receptjére gondoljunk, az igazságra, a felelősségre és az összefogásra. A megemlékezésen a köztársasági elnök és a Diák Érdekvédelmi Szövetség megalapításának résztvevői megkoszorúzták a szegedi MEFESZ emlékművet is.